Úszásban a nyári időszakban rendezik meg az országos bajnokságokat, sorra követik egymást a korosztályos versenyek. A felnőtt bajnokságot az olimpia miatt a szokottnál korábban rendezték, azon a nyíregyházi Szurovcsák Ivett az 50 méteres mellúszásban szerzett ezüstérmet. A fiatalabbak közül is többen felállhattak a dobogó valamelyik fokára. Az ifi bajnokság Hódmezővásárhelyen volt június végén, ott a 4 évvel fiatalabb Hatházi Dóri ezüstérmet nyert 100 pillangón, megjavítva ezzel a saját országos csúcsát. Illetve a legutóbb a serdülők bajnoksága volt Egerben, ahol a minden idők legnagyobb csapatával vettünk részt, 19 úszó teljesítette a szinteket. Ott is éremmel tudtunk hazajönni, szintén Hatházi Dóra 100 pillangón tovább javította az országos csúcsát, ez is térmes lett. És kiemelnék még a férfiak 100 pillangóján a Ónodi Gyuszit, aki 59-3-ra javított, amire a nyíregyházi úszás példájában nem volt példa, hogy férfi úszónk percen belül tudjon pillangózni. Jelenleg is zajlik a cápa bajnokság fenn a Tüskecsarnok úszodájában Budapesten. Tegnap már volt egy versenynap, Cserfavi Olafot tudom kiemelni, aki 400 méter gyorsan és 100 pillangon bajnok lett a 2004-esek kategóriájában. A jövő hét végén Miskolcon rendezik meg a gyermekbajnokságot, amelyen 14 nyíregyházi úszó áll majd rajtkőre. A hosszú távúszó Kis Anasztázia éremmel szeretne hazatérni a kemény dénes sportuszodából. Indulok 400-800 gyorsúszáson, 400-200 vegyes, meg 100-200 gyorsan is. A 400 és 800 gyorsan szeretnék dobogós helyezést elérni, egy harmadik helyet vagy nem tudom. A többi számban pedig megpróbálom magamból kihozni a legtöbbet. A gyermekbajnoksággal véget ér a versenyszezon. Az úszók augusztus végéig pihenőt kapnak, aztán elkezdődik a felkészülés a fedett pályás időszakra.